A Pécs a 7. az MTK a 8. helyen végzett az elmúlt kiírásban. A legutóbbi szezonban Koller gólja döntött, PMFC MTK 1-0. Nézzük meg, hogy mi történt ezen az összecsapáson. A 9. percben járunk, Moll küzd Besével, és aztán jön egy lövés, Megedős fogja. Nem volt nehéz feladat. 42. perc, Por Patrik, Pölöskei, fölpörgeti magának, egy szép kis befejezés volt. Nézzük meg, hogy mi történt a második fél időben. Az 50. percben járunk. Ból megkerüli Nagy Tibort, jön a beadás, Heffler, és Hegedűs bravúrral véd. 52. perc. Markvárt passzolja fül a labdát, aztán visszakapja, és tolja ide a bal oldalra. Lassan be kell fejezni az akciót, nincs ott nagy terület, aztán jön egy lecsorgó, fölé megy a labda. Kővári vágta fölé. 56. perc. Markvárt íveli föl, jön Szatmári, és fölé vágja. 60. perc. Remekül támadta Szatmári a labdát, Repka. Már a 16-oson belül jár, ügyes cselek, Repka még mindig nem tudják elvenni tőle, aztán tovább spicceli, Bas kikerül oda a hosszú sarokhoz, jön a labda középre, és aztán, hát így első pillantása félre sikerült mozdulatnak tűnik. Egy biztos, Horváth Zsolt, ahogy jön, egy pattanás után rásuhintja, Romicson irányt változtat a labda, és ezzel a góllal vezet az MTK. 76. perc, Kanta végzi el a szabadrugást, Gülce bravúra hárít, mondom én, de az alapvonali asszisztens Szőcs Gergely jelezte, hogy már csak a vonal mögül tudta kipiszkálni a labdát Gülce, és ez azt jelenti, hogy 0-2 a találkozó állása. Németh Ádámot sem lehet meggyőzni, az alapvonali játékvezető így látta. A mozdulatot nézzük meg még egyszer, azt persze sosem fogjuk megtudni, hogy valóban áthaladt-e a labda a gólvonalon, vagy sem. 89. perc, teljesen szétesett a Pécs. Jön egy újabb MTK kontra, a labda kikerül a jobb oldalra. Frank egyet tor rajta, és aztán lő, ebben Gőce is benne van, 0-3. Itt van még egyszer a mozdulat. Romics mellett szépen Frank, aztán 94. perc, Kantának már volt egy szabadrugás gólja, és itt a második, Mestermunka, PMFC Matthias, MTK 0-4.